7000 milliárd forint uniós forráshoz jutott Magyarország az elmúlt időszakban, a kötelező befizetés pedig alig volt több 2000 milliárd forintnál, így megérte az uniós csatlakozás, mondta el sajtótájékoztatóján a Fidesz-KDNP európai parlamenti lista vezetője. Pelcnék Gál Ildikó szerint ez azt is jelenti, hogy egyfőre levetítve több mint 700000 forint támogatás jut hazánknak. A május 25-i európai parlamenti választások pedig arról szólnak majd, hogy milyen munka folytatódik Brüsszelben. Egy nemzeti érdekérvényesítő munka, vagy éppen egy olyan munka, ami nem szolgálja a nemzetnek az érdekét, mert panaszáradatról szól, vagy éppen tolba mondják a jelentéseket, ami saját hazánkat ítéli el, vagy éppen azon gondolkoznak, hogy érdemesebb lenne esetleg az Európai Unión kívül lenni. Somogyi Tivadar alpolgármester arról beszélt, hogy Győrbe is több 10 milliárd forint jutott az uniós forrásokból. Körülbelül 70 milliárdról van szó, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban még szerencsére ez főleg Győr részéről föl lehetett gyorsítani, hiszen hogyha a szaudi elkerülő utat vesszük, a keleti elkerülő utat vesszük, de most, ami győrieket nagyon érinti, ugye egy napja kezdtük, illetve ma kezdték el a Barosídnak a felújítását, ennek a több mint 600 millió forintját is az Európai Unióból tudjuk leívni. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Fidesz-KDNP nemzeti listát tudott állítani, így a választásokon határon túli magyar képviselőjelöltek is indulnak.